Jambot, jambot, kedves néző közönség! Én Matabon vagyok, és ez itt a Let's Play Crusader Kings 2 következő része. A legutóbbi részben tovább terjeszkedtünk a görög királyság területén, valamint Szeldzsukkal indítottunk egy háborút a kalifa ellen, viszont úgy tűnik, hogy az MIS jól elcseszte, valamint az olasz király megtámadta a kalifát Epirusért, és úgy tűnik, hogy most újra ideadott egy sereget. Mert közben észrevettem, hogy elfelejtettem, hogy mit vettem észre. Ja igen, hogy az Asturiasi muszlim királyság barai módon visszaszorult Kasztília ellen. Most éppen folytatnak egy védekező háborút Kasztília ellen, amit úgy tűnik, hogy megnyernek, de hát eléggé rendesen visszaverték őket. Mert csak Pomeránia meg darabokra esett, és a... ez miért is megy a háború? Ja igen, Pomeránia ellen a nagy lengyel herceg függetlenségi háborút kezdett. Mások szerintem a lengyel területeket szinte mind átérítették Pomeránra. Ja, minden pomerániai szinte. Ez a kis szelet itt megmaradt lengyelnek. Az furcsa, hogy a magyar területeket nem igazán tudják átéríteni. Sem a kunok, sem a ruténok. Ja, a svédek meg benyomultak Poroszországba. És a svédek élén a norvég uralkodói ház áll. Ez mióta van itt? Eddig nem volt svéd királyság? Ja igen, eddig Dánia volt rohadt nagy, akkor most alapította meg a norvég uralkodói dinasztia a svéd királyságot. Nem tudom, hogy ez hogyan sikerült, nem az apjuktól örökölték és úgy szakadt ketté. Megszereztek Múrnak egy svéd hercegséget és onnan tovább csinálták. Na, mások közben Abydoszba épül vissza a területünk. Ja igen, most eléggé le van... elnézést, eléggé le van morzsolva a seregünk, mert ha jól emlékszem, Cilícia ellen folytattunk egy vesztes háborút. Ja, egyébként a kalifa most veri szét Szeldzsukot, és... nagyon nem zavar, hogy közben az olaszok benyomultak Epirusba. Miféle kalifa ez? Konstantinápolyban képződnek újra az emberek. Ja, itt már kész van a teljes hadsereg, hát akkor... kiveszük a marsalunkat és átküldjük mondjuk Abydoszba, ott van rá legnagyobb szükség. Na csendek, tudok még kötni valami értelmes szövetséget? Ó, egy Hashimida. Várj, Hashimi? Ez még egy Szeldzsuk? Ja, véletlenül a Szeldzsukra kattintottam. Ez a Hashimida. És így lett véletlenül három feleségünk. Haki Memirő, melyik is volt? Nem Obaid. Mi? Ja, tényleg Idriszid a birodalom. Ja, már megváltozott a nevünk. Ja, ő a Hafizida. Már emlékszem. Őt nem akarjuk a trónon látni. Hát, Szeldzsuknak annyi. De ez még mindig realisztikusabb, mint hogyha ott üldögelt volna. Az emlének kellett volna rögtön támadást indítania. Ó, ez... Hafiz magának követeli ismételten a birodalmat, és Obaid úgy szintén. Obaid viszont hamarosan meghal, Hafiz nem olyan biztos. Viszont őt nem akarik a trónon látni, mert már évszázad... már nagyjából... ja, nagyjából már 100 éve viszálykodunk a házából, úgyhogy... összegyűjtünk egy tervet a meggyilkolásához, mi... pont egy plusz hiányzik a fenébe. Esetleg még ki tudok megvesztegetni az udvarából senkit. Fenébe! Akkor reméljük, hogy meghal. És ezzel meg tudom ölni direktbe az öreget? 18% esélye sikerre és 58% esélye arra, hogy lebukunk. Köszönöm. Mennyi is lobdal a trónidák technológiáját? Ó, a trónidák beléptek a háborunkba az olaszok ellen. És ott van 12.000 Idriszida. Szeldzsuk esetleg ellentámadást akarsz indítani? Mennyi haderőd maradt így, hogy megsemmisült zállandó haderőd? Jó kevés, mi? 10.000 ember azért, az nem kevés. Hogyha most jól játszott ki alapjaid, akkor meg tudja szállni ezt a területet és megnyeri a háborút. Oké, az olaszok ismételten vesztésre állnak. Mások az olaszok mellett belépett a kasztíliai királydő, ugye el van foglalva Asturiasszal. Ó, most már nem. El volt foglalva Asturiasszal. Na, 5000 kasztíliai ott éppen ostromolja a kalifa egyetlen európai tartományát.
Nem tudom, hogyan szereztük meg. Én azon gondolkozom, hogy esetleg az olaszokat megtámadhatnánk, de szerintem túl gyorsan belépne minden más keresztény uralkodó a háborúba. Életünkben csak egyszer tudunk inváziót indítani, ugye? Azt hiszem. Jó, hová tűnik. Féltestvérünk felnőtt. Jövőt adjuk hozzá a fokászhoz, aki másnak géniusz is. Jó lesz a dinasztiának. Neophytos. Válaszunk egy új nagyvezért, mert a jelenlegi eléggé szar. Emeld a kapcsolatunkat a... Melyik jelöltel? Hafiz sosem fognak... Hafizzal mindig hatalmi ellentéteink lesznek, úgyhogy őt zárjuk is ki azonnal. Obaid meghal. Abul Jalil pedig esélytelen. Akkor a jelenlegivel. Na, most csak tudok itt folytatni valami háborút? Ó! Demetriasz ellen háborút... Demetriaszért háborút tudnék indítani a rokonom ellen. De annak nem biztos, hogy örülne. Tesszália pedig független, de már harcol a tesszalonikai emírrel. Micsoda? Ja, hogy az egyik... hogy a mi egyik emírünk akarja magának követelni Tesszalonikát és behívta ezt a sejket. Értem. Technológiát tudunk venni valamit? Úgy tűnik nem semmit, ami értelmes. Remek az egyik feleségünk terhes, ura, melyik? A Seljuk. Második feleségünk. Ti vagytok a Hafizdák, ugye? Ja. Most, hogy a Hafizda sereg ott portyázgat, lehet, hogy... Nem, nem üzenek oda a Hafizidáknak. Ez azt jelenti, hogy ellen fordul 28.000 Hashimida. Hol van Hafiz fővárosa? Vagy Akin fővárosa? Küzikosz. Nem ez a fővárosa. Ah, itt. Madaba. Velük kell javítanunk ezek szerint a kapcsolatunkat. Ők a legerősebbek a háborúban. Seljuk ismételten benyomult Perzsiába. Ó, ez is egy Abbaszida terület. Ezek az Abbaszidák rohadt módon kiterjedtek. És az olaszok visszatértek. Kasztíriai erőkkel együtt. Házasodja. Valamiért hadban állunk Tesszalonikával. Ja, hogy ezek Obaid személyes erői, értem. Ja, csak Tesszalonika területén ütközik meg az Idrisszel. Aha. Összezavaró, hogy ugyanaz a címerük szinte. Ugyanaz? Ugyanaz szinte, ezen van egy kard. Az Edessai emírt lecsukták, ezzel aztán az egyik háború véget ért, nem? Lehetséges. Viszont Hafiz ellen, vagy Hafiz, Anon lehafizozom az aktuális Hafizidát, Akin ellen veszti a háborút, úgyhogy nagyon gyorsan el kell kezdenem javítani a kapcsolatokat. Másrészt neki mi a fővárosa? Madaba. Nincs benne annyi potenciál, mint Damaszkuszban. Vagy mint Bagdadban pláne. De nem rossz főváros. Ó, Meléciasz. Nem kapsz tőlem földet, féltestvér. Nem látok olyan kirívó szövetséget, amire azt mondanám, hogy rögtön meg kell kötnünk. Szent háborúzni amúgy a Balkánon azért nem akarok elkezdeni, mert akkor a bizánci császár belépne, és lehet, hogy ő egyelőre még sokan van. Az Argyrosz, talán amikor a lánya örökli a trónt. A feleségének már nem lesz gyereke, már 58 éves. Efezosz, Abbaszida irányítása alatt áll sajnálatos módon, szóval arra fele nem cseszekedünk. Vegyük be Demetriaszt. Gyűjtsük össze a flottánkat először, mert időközben rájöttem, hogy ha a flottánk van csak felemelve, akkor hadat tudunk üzenni. Egy kicsit értelmetlen, mert a flottával pláne, hogy le lehet blitzelni valakit. Majdnem annyira, mint hogyha maguk a seregeid lennének felemelve. Sklerosztkival is egyeztük el? Ja, Hashimidával. Az egyik kisebb Hashimida ágból. Ez akkor valamelyik szultán leszármazottjai, nem? De, ja, egyenes az egyik szultántól. Na,
Átvisszük az állandó csapatainkat Demetriashoz. Nem magába a tartományban, mert akkor nem tudunk adat üzenni. Vannak szövetségeseid? Ja, de mind el vannak foglalva. Akkor induljon a háború. Gyűjtsük össze a flottánkat, vagy a seregünket Krétáról. Ó, itt ezt a két haderőt egyesítjük. Biztonság kedvéért. Hups! Kasztíliai erők, vissza! Eltereljük a hadműveletet. Ó, shit, ott valamire készül, valahol partra akar szállni. Nem, ott akar partra szállni. Le a hajóról gyorsan. Leesed neki, hogy sokan leszünk. Kiket hívott be a háborújába? Senkit. Várjunk, neked van egy területed Konstantinápolyba ezek szerint? Ja nem, egy Abbaszida terület van Konstantinápolyba, azért tudtam ott osromolni. Ó, elkapta az egyik seregünket, ez a csúnya volt. Na, gyűjtsük össze a haderőt. Azért zsoldosod nélkül van kis ilyen 10 000 emberünk, ez nem rossz egy emírtől. A marsunk meghalt. Szeldzsukkal vége a háborúnak. Ó, Szeldzsukot megtámadták? Megtámadták a kunak. Leraktam az embereimet? Ezek szerint le. Na jó, menjünk és cseszünk oda annak arcsére, nem hiszem, miért ostromolgatnánk. Legjobb hadvezetőket a haderő élére. Nem baj, elkapjuk őket Metonéba. Átvonunk Akhájába, hogy elvágjuk a menekülési útvonalukat északra. És ezt elszámoltam, mert gyorsabb odaérnek Korinthoszba, mint én. Örököltünk egy mecsetet. Osszuk ki rögtön. Remek, az egyik feleségünk terhes, megint a második. Két és számú. Ott elkapjuk őket, remek, neked annyi. Puff. És irány Demetriasz. Azért odafele még adunk egy pofont a seregnek. Csinált valami jót a nagyvezérünk, blablabla. Lesz-e neked pénz? Kéne fejlesztenünk valami épületet. Fejlesszük Athénban a kataprak képzést. Lovasságban és lovasi gyászokból sosem elég. Ó, az Abbaszidáknak csak a trakéziai emirátus van a kezében. Ah, itt elfelejtettem egy fél hadsereget összehívni. Akkor így megvan a 10 000 emberünk. Na, vegyük be gyorsan rohammal. Nem akarom túlságosan elhúzni a háborút, mert így cirkálnak az istenverte, vagy az isten tudja milyen polgárháború, polgárháborús erők. Úristen, nem tudok beszélni. És remek, Demetriasz a hűbéresünk. Ismét. Az epiroszi emír... Hadban áll velünk, vagy valakinek a... Ó, oh, Hashimida. Értem. Akkor nem cseszekszünk vele. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Másnak már csak 7 grófság kell az, hogy létre tudjuk hozni a görög királyságot. Meg egy kupasz hithűség, amit össze kell valahogyan szednünk. Van esetleg valami szent háború, ami segíthetne? Bizáncot kéne kiütnöm valahogy. Bizáncnak hány katonája lehet? 15 000 sok. És természetesen gondolom van hozzá pénzük is. Nincs annyi. Várjunk itt, mi volt az? A bolgár királynő hozzáment a diokleai herceghez. Ez alapból jónak tűnik a bizánciaknak, viszont... Ó, ő a bizánci uralkodói házból van. Viszont ez azt jelenti, hogy egy kupac terület ki fog kerülni bizánci irányítás alól az új bolgár király alatt. Vagy cár, vagy Isten tudja micsoda. Közben a nagymorvák jobban egy darabban vannak, mint számítottam.
kurva most el vannak foglalva azzal, hogy Szeljukot csapkodják. Remek, van egy új kémmesterünk, mert a régi halott. Mennyi is szerez nekem technológiát Egyiptomból. Nem kérünk segítséget a feleségünktől. Elvettem ezt a genetikai mintadarabot és nem szül nekem gyereket, tűrhetetlen. Ó, Hafizák elvesztették háborút, mert egy csatában elfogták magát Akint. Kérlek, lássam, menj és javítsd a kapcsolataimat a kalifával. Mahmud az igazságos. Mahtyás rokona lehet. Van értelme létrehozni a Trál emírséget? Nem inném. Csak elvenné a kalifa. Ki kéne osztanunk amúgy két területünket, csak nem tudom, hogy miket. Mi van közvetlen irányítás alatt? Athén. Meg ez a pak itt. Ez égei szigetekhez tartozik, úgyhogy adjuk ki valakinek. Leon, féltestvérem. Lesz a neked Athén. És Neofütos, másik féltestvérem. Lesz a neked Abydos. Új nagyvezér, menj és javítsd a kapcsolatokat a kalifával. Új imám, menj és légy jótékony, Konstantinápolyba lehetőleg, köszönöm. Valamint meg is erősíthetjük Konstantinápolyt, új katabrák képzőépületet. Kis plusz nehéz lovasság és pár lovas íjász. Nem követeltem magamnak Trakéziát, mert harcol az emír, sajnos. Ciléciával inkább egyelőre még nem cseszkelődünk, mert ezt megtanultuk, hogy egy kicsit nagyobbat ütnek, mint látszik. Meg most úgyis szövetségeseink. Ez a gyerek esetleg génius lett? Nem, Arsenius nem lett génius. Jövök, Hasimidák. Ó, végre terhes Szevindik is. Miért nem 100%-on vagyunk ilyenkor, nem utasíthat vissza békeajánlatot, nem értem, mert nem kényszerít rá a kalifa a kapitulációra. A kalifa engedett a függetlenségi pártnak. Ezáltal kikerültek ki az uralma alól. De egy elég jelentős terület. Ezek itt. Ezek azt hiszem, ezek nem voltak eddig is függetlenek? Na mindegy. Meg nem tudom, sokan. Ó, azok ott eddig biztos nem voltak függetlenek. Na mindegy. Paflagónia dukaszok alatt. Előbb nem tudok háborút hirdetni, valamiért. Trebizond zargyrözök alatt szintén nem tudok háborút hirdetni. Nem vagyok benne biztos, hogy működik amúgy a muszlimoknak ez a hódítás kázusz bellie. Tesszalonikai emír uralja még azt a szigetet is, francba. Tesszaliát érdemes lenne elfoglalni? Nem igazán. Ó, kasztíliaiak terjeszkednek Franciaországban. Ennek feltételezem a koroningok nem örülnek. 77 éves, úristen! A fia 58. Valószínűleg az unokája fog örökölni, szerintem a fia előbb meghal, mint ő, hogyha már eddig húzta. És egy katolikus ír királynő Írországba. Rohagy meg, Emmi. Ó, viszont egy erős velszi, norvég, nemes. Egy ír katolikus gyerekkel az istenit. Úgy furcsa, hogy még nem igazán, elnézést, nem igazán térnek az emberek a katolikus hitre. Ilyenkor általában már elkezdik áttéríteni őket. Meg másleg az iszlámra is, vagy iszlámra se térnek át, és arra is szokás ilyenkor áttérítgetni őket. Nem is lettél okos, de okos lett csak lánya francba. Másnak furcsa, hogy a kunok nem igazán terjeszkednek mostanában. Most rendben, hogy Szeljuk ellen vívják ezt a háborút, de már mióta bevették a Kárpát-medencét, nem igazán üzentek senkinek komolyabb
nem igazán üzentek egy komoly ellenfélnek se hadat. Úristen, nem tudok beszélni. Konstantinápolyba képezünk embert. A kalifa valamiért nem akarja megnyerni ezt a háborút. Nem értem miért. Megnyerte a háborút. És most Akin ül a börtönben, remek. Zene szemeimnek. Akkor most már csak a kaszaidákkal kell elbírnia, meg ezzel az egy albaszide emírral, akitől remélhetőleg elveszi Trakéziát és én vissza tudom venni. Ez itt mind a miről munkalattál, nagyjából. Ó, mondjuk Hafizák most jól meggyengülhettek, üzenjünk nekik hadat Küzikioszér. Vagy Küzikoszér. Ez nem volt régen a miénk? Na mindegy. Szóval összegyűjtjük a derőnket. Szokásos flottás módszerrel. Oda. 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 Ti is oda. Plána oda. Nagyon oda. Hála az Istennek, ti pont bevértek. Oda. 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 És oda. Remek. De ezt a költülettem, milyen ódákat írok. Na, inkább vigyünk titeket is hajóval. Inkább legyen egy találkozási pont, mint kettő. Hát úgy látom, hogy a Hafizáknak nincsen igazán seregei. Ezért biztonság kedvéért itt tartom a flottámat, hát ha kell, hogy gyorsan mozogjak. Ó, remek, a testvérünkből egész jó diplomata lett. Ezzel meg lesz az Omajjad szövetség. Az Omajjadok egyáltalán még tartanak egy szultánságot? Jó, ja, de már nem sokáig. Szétverik őket az Idriszek meg a kasztíliaiak. Negyedik Alfonzó Kasztília és Galícia királya. Várjunk, a birodalma szét fog esni, amikor meghal. Nem. Jó. Meg akar ölni minket a féltestvérünk. Rohadj össze. De nem akarja leállítani a tervét, mert nem elég gyenge hozzánk képest. Be tudom börtönözni kis eséllyel. Akkor egy ideig hagynunk el, hogy tervezze a halálunkat. Meg sosem örülök. De kinevezhetjük a bal szárnyunk élére, és akkor talán meghal csatában. Oké, egy sereg. Két sereg. Szövetségeseid vannak? Kevés. Hijazi sejk lenne a franc Arábiába, aki... Kinek át is kell kelni az egész rohadt polgárháborún. Oké. Ezt a háborút megnyerjük. Esetleg van valami nagy Hafiz derű, amitől félnem kéne? 1300 ember, esélytelen. Küzikhoz gyorsan bevesszük és megnyerjük a háborút. Remélhetőleg. És ezen még azt az ezres hadsereget ott megverem, és akkor... Ez pont elég lesz végső csapásnak. Mi ez... egy pillanat.